Zsigó Róbert államtitkár a kistermelők piacra jutásának lehetőségeiről, segítéséről beszélt. A célok közé tartozik, tette hozzá, hogy minél több magyar család asztalára kerüljön biztonságos, egészséges, kiváló minőségű magyar élelmiszer. Bejelentette azt is, hogy a bajai halászlé bekerült a Magyar Nemzeti Értéktárba. Minél több helyi érték az értéktárba, illetve a megyei értéktárba kerüljön be. Föl tudtuk hívni arra a figyelmet, hogy milyen fontos a kistermelők helyzete, hogy minél többen elhiggyék, hogy érdemes a mezőgazdasággal foglalkozni. Bajaváros alpolgármestere megemlítette a sajtótájékoztatón. Csak kevesen tudják, hogy 100 éves a népfőiskola, és hogy létrejötte Bajához kötődik. Elmondta azt is, hogy a megyei értéktár kiadványában helyet kapott a bajai halászli és a városháza épülete is, és ezt először itt mutatták be a nagy közönségnek. A bajai halászlé, mint olyan, tehát mint bajai halászlé, az ebben a piramis létben, ami a Hungarikum válás a csúcsát jelenti, a második szinten szerepel már, tehát a bajai halászlé bekerült a Magyar Értéktárba, ez a Hungarikum válásnak az előszobája. Szakáli István Loránd a Magyar Nemzeti Értékek rendszerét mutatta be. Nem az a cél, hogy mindenből, minden értékből Hungarikum legyen, hanem számunkra ez a piramis, ennek minden egyes elemével együtt értéket jelent, és arra törekszünk, hogy lehetőségeikhez képest megtaláljuk annak módját, hogy helyi értékké válni is vonzó legyen. A Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója előadásában a tudás szükségességéről, értékteremtő erejéről beszélt. Elfelejtődtek azok a hagyományos értékek, amit még nagyapáink, dédapáink tudtak. Ezeknek azok a társadalmi és természetes környezete, azok a fajta cselekvési módok, azok a szaktudások, amelyek egy-egy gazdaság fönntartásához szükségeltetnek. És ezeket kell újra előhívnunk, ennek a feltételét kell megteremteni. A sajtótájékoztató előtt az előadásokon sok más mellett a népfőiskola történetéről és az értékszemléletű vidékfejlesztésről és természetesen a szülő és borágazat helyzetéről is szó esett. Lezsák Sándor, a Kárpát-medencei Népfőiskola hálózat elnöke, mint a konferencia díszvendége, Belasics Bálint 1896-os tusrajzát vehette át Kovács Csaba önkormányzati képviselőtől. A rendezvény után a résztvevők otthagyták új lenyomatukat a városház előtt kiterített magyar értéktérképen is.